Köszöntöm kedves nézőinket, keddi híradónkkal jelentkezünk itt a Bajai Televízióban, már is jövünk egy rövid előzetessel. Új polgármester Bács-Szentgyörgyön. Az eddigi alpolgármester Müller József vezeti a jövőben a határmenti kis települést. Nagy bejelentés és látványos műsor. Az idei évben is jó hangulatban telt a turisztikai központban megrendezett színházi bál. Erősített a Bácska. Fél éves Bonyhádi kitérőt követően tért vissza a Bácska csapatához Graun Bence. Új polgármestere van Bács-Szentgyörgynek. Az időközi választásra azért volt szükség, mert az előző vezető tavaly szeptemberben lemondott tisztségéről. A négy jelölt közül Müller József kapta a legtöbb szavazatot. Eredményes volt a voksolás a hétvégén Bács-Szentgyörgyön. A legtöbb szavazatot, 41-et, az eddigi alpolgármester Müller József kapta. Tóth Jánosra 39-en, míg Lovrigy Ferencre 5-en voksoltak, mindketten független jelöltként indultak. A Magyar Munkáspárt színeiben induló Kalapos Mária nem kapott szavazatot, egy voks pedig érvénytelen volt. A szavazóköri jegyzékben 150 választópolgár szerepelt, közülük 86-an jelentek meg. Müller József korábban kétszer is volt polgármester. Az ő vezetésével újították fel például a faluházat, a községbe vezető bekötőutat, új buszmegállót alakítottak ki, és azóta köves út vezet az óvodához is. Sikeresen működik a településen a játékgyár is. Folytatni szeretnénk a játékgyárat. Most adtuk be pályázatot rá a Bajai Munkaügyi Hivatalnak. Úgy néz ki, hogy már befogadták, tehát most már ami hiány volt, pótoltuk, és akkor március 1-től újra kezdődik egy évig, ha belügyminisztérium elfogadják ezt. Útfelújításra is nyertek egy pályázatot, a munkáknak a tervek szerint tavasszal állnak neki. Egy másik utakat érintő pályázatot még az előző polgármester Szűcs Gergely indított el, az is folyamatban van. Korábban felújították ezt a hidat is, amin azóta elkorhadt a fa, ezért újabb javítások szükségesek, sorolta a teendőket a község vezetője. Müller József jelenleg mint ügyvivő polgármester látja el a feladatot. A döntés 25-én, szerdán délután 4 órakor emelkedik jogerőre. Február 6-áig lehet jelentkezni a rezidens ösztöndíjakra, hívta fel a figyelmet a határidőre Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta, a támogatások havi nettó 100-150 és 200 ezer forint juttatást jelentenek a feltételeket vállaló és az azoknak megfelelő orvosoknak. Az ösztöndíjat az elmúlt években eddig 3500 fiatal vette igénybe. A jelenleg rendelkezésre álló 1,5 milliárd forintból minden hazánkban végzett orvostanhallgatónak biztosítani tudják a támogatást. A pályázat részletei az egészségügyi nyilvántartási és képzési központ honlapján érhetők el. Újabb egy évvel meghosszabbították a város és az Eötvös József Főiskola által kötött bérleti szerződést, amivel a megyei levéltár bajai részlegének elhelyezését biztosítja az önkormányzat. Legutóbb decemberben aktualizálták a szerződést, az intézmény azonban jelezte, hogy változatlan feltételek mellett újabb időszakra bérbe adná az eddig használt irodákat. Ezekért továbbra is havi 1 millió forintos bérleti díjat számít fel. A levéltár eredetileg csak átmeneti időre került volna a főiskola épületébe. A város 2008-ban döntött az ingatlan bérletéről, amit azóta többször megújítottak. Korábban a volt STK épületét szerették volna felújítani, de ehhez nem nyertek támogatást. A tervek szerint a levéltár a múzeum felújított épületébe költözik majd át, a Deák Ferenc utcában viszont még zajlik az átalakítás, így valószínűleg csak a következő évben rendezhetik be az új tereket. Különbségek és hasonlóságok az iszlám és a keresztény vallás között. Különleges előadásra várták az érdeklődőket hétfőn este a Bácskai Kultúrpalotába. Egy egyiptomi származású filozófus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, melynek keretében több érdekes téma is szóba került. Hamarosan folytatjuk a részletekkel. Bár egyre több embernek van, mégis kevesen használják. Magyarországon 2017-től több üzletben lehet majd bankkártyával fizetni a kormány programjának köszönhetően, amelynek során megemelték a bankkártya elfogadó terminálok telepítésére szánt keretet. Szakértők szerint az elmúlt években megduplázódott a hazai készpénzforgalom, ami több problémát is felvet. Utána jártunk, hogy Baján melyik fizetési módot választják legszívesebben. Bankkártyával fizetnek ebben a helyi étteremben.
A vendéglő egyik alkalmazottja elmondta, a vendégek napi szinten használják a terminált, sokan választják a bankkártyás fizetési módot a készpénzes fizetés helyett. Nem kell az apró például a falzsebünkbe dobni, sokkal egyszerűbb így a fizetés is gyorsabb. 2017-től országszerte megnőhet a bankkártya elfogadó helyek száma a kormány új programjának köszönhetően, amely során több milliárd forintos támogatást biztosít korszerű bankkártya terminálok beszerzésére. Statisztikák alapján a hazai bankkártyás fizetések és tranzakciók száma nem éri el az uniós átlagot. A készpénzforgalom ezzel szemben megnövekedett az elmúlt években, a bankjegyek előállítása azonban sokba kerül. Baján is több üzletben lehet kártyával fizetni, a vásárlók azonban nem mindig élnek a lehetőséggel. Az egyik helyi szépségszalon munkatársa elmondta, vendégeik gyakran nem is tudják, hogy náluk is használhatják bankkártyáikat. Hozzátette, ő minden esetben jobban kedveli a kártyás fizetést. Nem kell magamnál pénzt tartsak, például, hogyha bármi olyan történik, hogy ellopják például a pénztárcámat, mert sajnos manapság már ez is előfordulhat, akkor sem kell attól félni, hogy annyira meg tudnak károsítani. Meg szerintem ez nagyon gyors fizetési mód, úgyhogy én ezért is szeretem. Másként vélekedik erről az egyik helyi üzletvezetője. Hán Barnabás elárulta, ha tehetik készpénzzel fizet, ugyanis nem kedveli a bankkártyákat. Mint mondta, a vásárlók nagy része is bankjegyekkel fizet, és csak kevesen választják a kártyás fizetési módot. Akik szeretik, azok azért szeretik, mert nem kell maguknak készpénzt tartani, és talán így jobban biztonságban érzik magukat készpénz nélkül. A terminálokat támogató kormányprogramnak vannak feltételei. Többek között az, hogy a pénzügyi szolgáltató nem számíthat fel telepítési díjat a kereskedő számára, illetve hogy a forgalmi jutalék nem haladhatja meg az 1%-ot. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy Baján hány helyen szerelnek fel a jövőben terminálokat. Karbantartói vizsgát tartottak kedden délelőtt az ifjúsági szállón. A Baja Marketing Kft. Egy szegedi székhelyű tanfolyamszervező vállalat segítségével október végén indított település karbantartói tanfolyamot a városban. A 300 órás képzés során a jelentkezők heti 5 alkalommal szereztek elméleti és gyakorlati ismereteket a szakmáról, a megszerzett tudásukról pedig a vizsgán adtak számot. A szóbeli megmérettetésen előre megadott tételekből kellett vizsgázni, amelynek anyagát a képzés során mindenki megkapta. A vizsgán 14 fő vett részt, akik Bajáról és környékéről érkeztek. A szervezők elmondták, első alkalommal indítottak ilyen tanfolyamot a környéken, a jövőben azonban szeretnének újabb képzésekbe is belevágni. Második alkalommal szerveztek Baján színházi bálat. A rendezvénynek a hétvégén a turisztikai központ adott otthont. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott mulatságon a tombolából befolyt összeget az új színpadi függönyhöz ajánlották fel. Keringővel nyitották meg a második színházi bálat. A tánccal egyben a készülő Hamupipőke című mesejátékra is szerették volna felhívni a figyelmet a szervezők. A Bajai Fiatalok Színháza tavaly ünnepelte a 20. születésnapját, akkor szervezték meg először a mulatságot. Célunk mindenképpen az volt, hogy egy kicsikét olyan hagyományosabb jellegű, a régi időket idéző bálat szervezünk itt Baján, illetve hát ha már színházi bál, akkor szerettük volna, hogyha a város színház kedvelő és színház művelő embereit egy kicsikét közelebb hozzuk egymáshoz, le tudunk ülni egy ilyen közegben is, fehér asztal mellett megbeszélhetjük a tapasztalatokat. A színházhoz nem kell más, mint 3 deszka, 2 színész és egy közös szenvedély, idézte dr. Kelemen Veronika, aki azt is hozzátette, a közönség nélkül mindez nem működne. A Bajai Fiatalok Színházának már évek óta van egy törzs közönsége, akik lelkes látogatói az előadásainknak, de ott azért van egyfajta elválasztódás a színpadon játszók és a nézők között. Ez egy olyan alkalom, amikor egy kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz a színház szerető polgárai a városnak, illetve a színházat művelő tagjai. Az alapítvány elnöke azt is elárulta, hogy a tombolákból származó bevételt a Városi Színházterem új színpadi függönyéhez ajánlják fel. A rendezvényen a pohárköszöntőt a bál fővédnöke, a város polgármestere mondta. A színészetnek, a színház előadásnak van a legtöbb missziója a világon, mert amellett, hogy szórakoztat, kikapcsolja az embert, nevel, tanít, hagyományt teremt, őriz, és hát nem utolsó sorban, és még sorolhatnám, de nem utolsó sorban közösséget épít.
Fercsák Róbert azt is bejelentette, hogy megkezdődtek az előkészületek egy új színházi épület felépítéséhez, ami nagy álma azóta, hogy polgármester lett. Az idei bálon több mint 130-an vettek részt. Harkai név Vindis Beatrix például baráti társasággal érkezett. Tavaly is itt voltam az első színházbálon, ami nagyon jól sikerült, és így most természetes volt, hogy a másodikon is részt fogunk venni. Szeretünk táncolni, jól érezzük magunkat. Az est folyamán a fellépők a 60-as, 70-es évek táncdal fesztiválos dalaiból válogattak, valamint a budapesti Madách Színház művésze Simon Boglárka szórakoztatta a közönséget. Aktuális, sokakat foglalkoztató kérdésekre kaphatott választ az, aki hétfőn este beült a Bácskai Kultúrpalotában tartott rendezvényre. Az egyiptomi származású filozófus dr. Rashwan Mohamed ugyanis az iszlám és a szent gyűlölet címmel tartott történelmi előadást, amelynek során azt érzékeltette, valójában mekkora is a különbség a keresztény és az iszlám vallás között. A professzor visszanyúlt a történelemben a kezdetekig, felhívva a figyelmet arra, hogy a jelenleg aktuális téma nem új keletű. Dr. Rashwan Mohamed, aki egyébként már 30 éve él Magyarországon, 50 axiómában gyűjtötte össze a legfontosabb ellentéteket és különbségeket a keresztény és az iszlám vallás között. Elmondta, előadásának fő célja felhívni az európai emberek figyelmét az iszlám terjeszkedés veszélyeire. Jelenleg ez a téma rendkívüli fontos az immigrációválság miatt. A második az iszlám hódítása és terjeszkedése Európában elég veszélyes, és kell kezelni ezt a kérdést. És sajnos Európában az átlag európai ember nem ismeri az iszlámot. Az előadásai során ő, mint muzulmán filozófus, igyekszik felvilágosítani hallgatóit az iszlámról és annak terveiről, folytatta a professzor. A programot szervező Dobos Edit elmondta, a jelenlegi helyzetben fontosnak tartotta, hogy Bajára is eljusson az előadás, hiszen napjainkban mindenki érzékelheti a migrációs problémákat és a helyzet veszélyeit. Mindettől függetlenül én azt hiszem és úgy gondolom, hogy némely alaptézissel, alapproblémával nem vagyunk mindannyian tisztában. Ezért is hívtuk meg Rashwan Mohamed professzort, hogy tájékoztasson bennünket arról az iszlám kultúráról, az iszlám vallásnak a lényegéről, illetve mi saját magunk, akik ismerjük a keresztény vallásnak a lényegi elemeit, összehasonlítást és értelmezést kaphassunk a kettőnek a különbözőségéről. A legtöbb résztvevő azt mondta, tájékozódni szeretett volna, azért jöttek el az előadásra. Érdekel, hogy miről lesz szó. Maga az előadás érdekel, azért érdekel, mert valami bővebb tájékoztatást is kaphatunk, mert kell, hogy legyen ebbe a vallás formába olyan, ami a társadalomba elfogadható, elősegíti, hiszen létszámukat illetően a világ egyik legnagyobb létszámú közösség az iszlám közösség. A két órás előadás a székhez szögezte a résztvevőket, hiszen a professzor számtalan olyan konkrétumra rávilágított, amelyről eddig csak foszlányokat hallhattak a különböző migrációval kapcsolatos hírekben. Sporttal folytatjuk a híradót, Putnik Tamás érkezik a stúdióba. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Új játékossal erősítette meg a keretét a Bajai Bácska FK kosárlabda csapata. A játékosnak nem kellett bemutatkozni csapattársainak, hiszen a nyáron Bajáról Bonyhádra igazoló Braun Bence tért vissza a nevelő egyesületébe. Bence a hétvégén már pályára is lépett régi új csapatában. Braun Bence tavaly nyáron döntött úgy, hogy eligazol Bajáról, és az ősszel kezdődő bajnokságban már a Bonyhád együttesét erősíti. A játékos bevallása szerint jól sikerült a váltás, hiszen rendszeres játék lehetőséghez jutott, és fejlődött is az elmúlt hónapok során. Most azonban mégis úgy döntött, hogy hazatér Bajára, és megpróbál segíteni a nem éppen rózsás helyzetben lévő nevelőegyesületén. Ugyebár átigazolási szezon volt, és a Pisti megkeresett azzal, hogy mi lenne, hogyha hazajönnék. És hát ugye néztem a tabellát is, meg minden, és elég rosszul állunk most, és hát úgy voltam vele, hogy ugye mivel Baján kezdtem el kosarazni, itt kezdtem az egész pályafutásomat, úgy voltam vele, hogy nehéz döntés lesz, de megpróbálok mindent azért megtenni, hogy csapat kicsit feljebb menjen arra a tabellán. Bence szombaton a TF Budapest elleni idegenbeli bajnokin már pályára is lépett a Bácska csapatában. A visszatérés nem sikerült jól, hiszen a bajaiak hatalmas zakóba futottak bele.
A 95-48-ra elveszített mérkőzésen Bence a 36 játékperce alatt 10 pontot dobott és leszedett 8 lepattanót. A szakvezetés örül a játékos hazatérésének. A Mándics Máté meg a Zágfoly Bálint ugye kiestek, így azért eléggé szűk lett a Csabának a lehetősége ahhoz, hogy kiket tudjon bevetni. Ha most egy emberre többen vagyunk, meg hát én azt gondolom, hogy a Bence az egy eléggé, hogy mondjam, céltudatos, szeretne egyre jobb kosárlabdázó lenni, arról nem beszélve, hogy fizikálisan szerintem minden adottsága meg is van hozzá. A Bácska együttesére szombaton hazai bajnoki vár. 17 órától a Pápa lesz az ellenfél az MNAMK sportcsarnokában, ahol a miénk a győzelem reményében léphetnek pályára. A Dombóváron rendezett regionális pofonpartin szerepeltek a hétvégén a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SS sportolói. A bajaiak közül összesen 5-en léphettek szorítóba, és valamennyien győzelmet arattak. A serdülőknél Rácz Patrik és Zarándó Péter, a junioroknál Kornóci Sándor Márk és Balog Ádám, míg a felnőttek között Gálos Viktor győzött. Utóbbi a torna legjobb teljesítményét nyújtó felnőtt ökölvívó címet is hazavihette. A bajaiak kedden pedig már a kecskeméti, szekszárdi és mohácsi egyesületekkel közösen tartottak edzést a Deák Ferenc utcai edzőteremben. A sportpercek végén köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Most pedig egy rövid összefoglaló legfontosabb híreinkből. Új polgármester Bács-Szentgyörgyön. Az eddigi alpolgármester Müller József vezeti a jövőben a határmenti kis települést. Nagy bejelentés és látványos műsor. Az idei évben is jó hangulatban telt a turisztikai központban megrendezett színházi bál. Erősített a Bácska. Fél éves Bonyhádi kitérőt követően tért vissza a Bácska csapatához Brand Bence. Kedves nézőink, keddesti híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban. Friss összeállítással holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket. Mi nem sokára az időjárás jelentéssel folytatjuk, és elolvashatják a Duna vízállásának adatait is. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Délnyugaton többnyire borult párás idő várható, másod változóan felhős lesz az ég több-kevesebb napsütéssel. A ködben, illetve az alacsony szintű felhőzetből ónos szitálás, hószálingózás is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon helyenként megélénkülhet az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 13 fok között valószínű, de a derült, vastagapóval borított szélcsendes tájakon mínusz 16, mínusz 19 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire plusz 2 és mínusz 3, a tartósan borult vidékeken mínusz 4 és mínusz 6 fok között alakul.